A múlt levedlett védőburkainak fonnyadó hagyma rétegeiből kíméletlen jósul az idő emlék giotinja. Most az elme középpontjától legtávolabbi pontokból összeálló felületeken táncol, tűnik fel, s tűnik el megint újra minden, mi idáig kísért, ami a mostba elvezetett, hogy aztán elengedje kezed, és mint csak déli báb maradjon láthatatlan várat építeni köréd, múltad emlékeiből. Vajon most mit látna a májam, vagy a tüdő? Mit gondolna magáról, ha tudatos, önreflexióval rendelkező gyümölcse lenne az élet fájának? Kívül fájna jobban, vagy belül? Bárcsak megnézhetném az agyam. Az agy az egyetlen dolog, ami magának adott nevet. Most biztos nevet. Ha kiszelhetném gond nélkül ebből a hús-vér lufiból az üres anyagot, vajon mit fogna a kezem? Mit tartanék karomban? Mit látna az agyam? Önmagát? Vagy a lélek tükrét? Ó, ennyi ideig félreértelmezni, hisz a lélek tükörből épül fel. Ő építi a világot maga köré, hogy abban önmagát fedezhesse fel. Amit főztem, azt tegyem meg, és az vagyok, amit megeszem. Az vagyok, amit főztem. Eddigi életem alapanyagait gondosan válogatva, felaprítva, szórom a nagy tálba, fő a leves. A nagy lábos felé hajolva látom saját arcom hullámozni, a múltam olajos, zsíros felszínén. A lélek az élet építőanyaga, a tükör.